arctalan öregévekre. Ja nem, én azt akartam kérdezni, hogy azt meg lehet itt nézni valahol, hogy a keletiben, mikor megy a vonat legközelebb. Igen. Elvileg egybe van minden. Jó, tök jó. De akkor tartjuk ezt a negyed hetes befejezést, ja. Jó. Jó. Okay. Jó, akkor elkezdenénk a mai nap utolsó programját. Kicsit csúszva és két szempontból is kurtán. Egyrészt időnk kevesebb lesz. Ígérem, hogy a korábbi ígéretemmel ellentétben negyed hétkor befejezzük. És másfelől azért kurtán, mert mint ahogy ma reggeli program beharangozónál jeleztük, a másik csoport, aki a mai beszélgetés vendége lett volna, Egerből, ők végül nem érkeztek meg ma. Én Peták Péter vagyok, és vendégeink a Város Mindenki csoportnak a tagjai. És hát a mai témánk az olyan formában kapcsolódik a tábor meghirdetett koncepciójába, hogy ugye az első nap volt arról szó, hogy mennyiben köthető a aktív, öntudatos, tájékozott és véleménykifejező állampolgár mondjuk osztályhoz vagy társadalmi státuszhoz. Ebben nem volt egyrészt semmilyen konszenzus, meg megegyezés, de mégis folytonosan a középosztály szó ezzel kapcsolatban elhangzott. És hát világos, hogyha állampolgárságról beszélünk, akkor abban meg demokratikus jogállamról, akkor az ugye minden állampolgárt érintő egyenlő jogokról szól legalább elvi szinten. És hát az apropó az, hogy ez a téma ilyen formában kerüljön be, az annak a vizsgálata tulajdonképpen, hogy a társadalomból kirekesztett, jogfosztott, mindennapi szükségleteiben hiányt szenvedő emberek hogyan tudják ugyanazt az utat bejárni, amiről az egész tábor ideje alatt elvileg szó van, tehát hogy hogyan válhatnak öntudatos és a jogaikkal tisztában lévő állampolgárrá. Az lett volna az eredeti koncepció, hogy a két példa, amiből most az egyik van itt, tulajdonképpen illusztrációul szolgáljon, és arról tudjunk beszélgetni, hogy ez tényleg más-e ez a dolog, vagy nem más, miben más, és hogyan néz ez ki, illetve hogyan lehetséges egyáltalán, hogy néz ki ebben a szituációban az, amiről különben beszélünk, hogy itt azért tanulásról, önképzésről, készségeknek az elsajátításáról is szó van, illetve sok-sok tanulásról, ami a cselekvésen keresztül zajlik. Nyilvánvalóan ezek a dolgok, amikről általában is beszélünk, megjelennek ezekben a helyzetekben is. Pár szóban elmondanám, hogy az egrieket miért hívtuk, akik sajnos nem tudtak eljönni. Hát az EGRI SZET, a SZETA EGRI alapítványa, és Farkas Zsuzsa, mert itt volt az első napi panelbeszélgetésben, ma már szinte ilyen modellként alkalmazva más településeken is az EGRI béketelepen végzett folyamatot alkalmazza, abban az értelemben, hogy az EGRI béketelepen a hosszas előkészületek és munka, meg sok-sok személyes beszélgetés eredményeképpen létrejött egy egyesület, amelyik ki tudott állni a szegregált cigánytelepnek a infrastrukturális fejlesztése érdekében, és itt ezeket az eredményeket már az érintettek érték el, illetve ők vívták ki, és ők vitték keresztül az önkormányzaton, hogy ezek a fejlesztések megtörténhessenek. Tulajdonképpen ebben hasonlít csak a Város Mindenki egy csoportnak a tevékenységére, ahol szintén azok az emberek, akik amúgy máskor nem szoktak tévéstúdiókba járni, és
polgármesterekkel tárgyalni, tulajdonképpen a szemünk láttára itt néhány év alatt meghatározó szereplőkké lettek, és hát ennek kapcsán biztos vagyok benne, hogy az eredeti célomhoz képest sokkal inkább több a város mindenki csoportnak a megismerése történik majd most ebben a szűk egy órácskában. De szeretném, hogyha közben az általános témát sem felejtenénk el teljesen, és inkább arra is keresnénk a választ, hogy más-e és miben más az öntudatos állampolgárrá válás folyamata a jogfosztottak társadalmon kívülieknek a helyzetében. Először arra kérném Lászlót és Mariant, hogy beszéljetek magatokról, hogy hogy kerültetek a Város Mindenki a csoportba, és milyen előzmények után lettetek ti így a tagjai ennek a szervezetnek. Nagyon szépen köszönjük a meghívást és az érdeklődést is a Város Mindenki munkája iránt. Én Dósa Marian vagyok, a Város Mindenki szövetséges aktivistája. A szövetséges a Város Mindenkében azt jelenti, hogy biztos lakhatással bíró tagja a csoportnak. Én az elejétől fogva tagja vagyok a Város Mindenkinek 2009. augusztusa óta. Én úgy kerültem ebbe bele, hogy ismertem azokat, akik megszervezték azt a képzést, amit egy amerikai, a Város Mindenki működéséhez nagyon hasonló elvek és gyakorlatok alapján működő csoport, a Picture the Homeless nevű New York-i aktivista csoport tartott Magyarországon, Budapest, illetve szegedi hajléktalan embereknek, illetve más magyar állampolgároknak, és akkor ebből kinőtt egy ilyen kis csapat. Én a képzésen nem vettem részt, de aztán a ismerőseimen keresztül tudtam erről a kezdeményezésről, és elmentem a képzést lezáró bemutatkozó alkalomra, és ott beleszerettem a projektbe, és azóta tagja vagyok. Én most más nem is szeretnék szerintem így első körben elmondani. Okay. Én azért nem ilyen szépen kerültem bele, mert nekem megszűnt a munkahelyem, ezáltal felbomlott a családom, és én itt rögtön megtapasztaltam a hajléktalanságot. Ugye a magyar törvények szerint én hajléktalannak minősülök, bár van egy lakásom, ami most ugye le van pecsételve. És én kerestem ebből a kiutat 2 éven keresztül, amit nem találtam meg. Aztán találkoztam egy aktivistával, és az a segítséget nyújtott, és akkor azt láttam, hogy még az is kevés volt, és hogy én ebből ki tudjak jutni, nekem ebben jobban bele kell ásnom magamat. És elkezdtem járni közéjek, és így ott is ragadtam. Jelenleg a lakhatás munkacsoportban dolgozom. Én szeretem, amit csinálok. Hát egyrészt olyan embereknek próbálok segíteni, akik már megpróbálták ezt maguk is, és különböző akadályokba ütköztek, amiket még megpróbálunk legyőzni együtt, illetőleg motiválom őket, hogy ők próbálnak segíteni máson, és valahogy ezt a tudást, amit megkapnak mi tőlünk, ezt adják tovább. Ez aztán egyszer sikerül, egyszer nem. Én így kerültem be. Akkor most így én tudok arról, és lehet, hogy aki utána olvasott, szintén tud, hogy létezik a Város Mindenki egy csoportnak egy olyan, tulajdonképpen egy kidolgozott rendszere arra, hogyha valaki taggá akar válni, akkor milyen folyamaton keresztül, milyen segítséggel, hogyan lesz a Város Mindenki egy csoport tagja, valamilyen mentori, valami, ugye? Oké. Okay. Akkor azt hiszem, hogyha ezt kicsit bemutatnátok, hogy néz ki a gyakorlatban, meg hogy alakult ki, és hogy nézett ki az elején ez, mert hogy most ennek van valamilyen rendszere, de hogy gondolom eleinte nem volt, és ez, hogy hogyan alakult ki, és hogy mi indokolta, hogy ezen a formán, ebben a formában csináljátok. Az elején azt nem tudom, hogy volt, mert én egy éve vagyok csak benne. Mikor én belekerültem, akkor az úgy volt, hogy én kaptam egy segítséget, és ők ösztönöztek arra, hogy én is próbálok segíteni máson. Aztán eljártam több ilyen csoportra, hogy összegyűltek, meghallgattam őket, és láttam, hogy van értelme annak, amit csinálnak, aztán kaptam egy mentort, aki tovább felvilágosított arra, hogy hogyan működik ez az egész csoport, mik a céljuk, milyen célokat kell elérni, hogyan dolgoznak, tehát hogy jobban átlássam az egészet.
Ha volt valami problémám, akkor jó hozzá tudtam fordulni segítségért, és ez mai napig is ez működik. Aztán az elején hogy volt, azt nem tudom, aztán te tudnád. Hát, ahogy említettem, egy képzés előzte meg a csoport megalakulását, és akkor az alapító tagok azok, akik a képzés után úgy gondolták, hogy igen, szeretnének belevágni abba, hogy ebből egy hosszú távon működő csoport legyen, és akkor ők kezdték el ezt a csoportot, illetve akkor lehetett nyilván így kívülről is csatlakozni hozzájuk, mint például én is úgy csatlakoztam, amit említettem, hogy a képzésen nem vettem részt, de így már az első találkozón talán ott voltam, és akkor onnantól kezdve tag lettem, és akkor az első néhány hét vagy hónap alatt alakítottuk ki így a szervezeti működésünket, mert annak ellenére, hogy nem vagyunk civil bejegyzett szervezet, nagyon, nagyon konkrét és szerintem nagyon szerteágazó szervezeti szabályrendszerünk van, és a taggá válás is egy ilyen kérdés, amit szabályozunk. Két szintje van a tagságnak, vagy két módon lehet valaki tag. Ahogy említettem, hogy vannak a szövetséges tagok, akik középosztálybeliek, biztos lakhatással bírnak, mint például én is, és vannak az érintett tagjaink, akik lakásszegénységben élő, hajléktalanságban élő, vagy volt hajléktalanságot megtapasztalt emberek, állampolgárok, és más kritériumok vannak a taggá válással kapcsolatban. Hogyha valaki hajléktalan, vagy megtapasztalta már a hajléktalanságot, vagy annak a küszöbén áll, akkor igazából nagyon könnyű a Város Mindenki tagjává válni, mert a Város Mindenkinek az a célja, hogy az ilyen helyzetben élő embereket mozgósítsa, toborozza, és aktivizálja a politikai és jogi érdekképviseletre, és ezért gyakorlatilag nekik annyi a feltétele a taggá válásnak, hogy eljöjjenek három AVMS eseményre. Ez lehet egy nyílt, lehet egy demonstráció, lehet egy szervezői találkozó, egy munkacsoport találkozó, tényleg akármi, ami Város Mindenki és rendezvény, és akkor a harmadik alkalommal ünnepélyesen megkérdezzük tőle, hogy szeretne tag lenni, és akkor, hogyha azt mondja, hogy igen, akkor taggá válik, rákerül a levelező listánkra, hogyha van e-mail címe, kap egy üdvözlőcsomagot, ami a három év alatt körülbelül ilyen 10 centi vastagságúra bővül, szerintem ember nincs, aki elolvassa, viszont kap egy mentort is, akihez bátran fordulhat a kérdéseivel, és aki figyel arra, hogy ő integrálódni tudjon a csoportba. Ezzel szemben, hogyha valaki szövetséges, mivel nem célunk az, hogy ez egy... Nem célunk az, hogy ez a budapesti értelmiségi, nem tudom, hogy így mondjam, Facebook gettónak legyen az ilyen keltetője, ezért akadályokat támasztunk a szövetséges tagoknak a taggá válása elé, úgyhogy ez egy nehéz folyamat, és igazából a jelen állás szerint most csak meghívással lehet valaki szövetséges, tehát hogyha mi úgy gondoljuk, hogy van egy olyan ember, akiről tudjuk, hogy nagyon elkötelezett az ügy, vagy az ügy valamely eleme iránt, és azt gondoljuk, hogy így a csoportnak fontos megerősítője lehetne, akkor felkérjük, hogy legyen tag, és hogyha szeretne, akkor őt igyekszünk bevonni és integrálni a csoportba, de csak úgy taggá válni nem lehet szövetségesként a Város Mindenkiében most. Mert én most csak a feltételezéseimre hagyatkozom, tehát akkor a szövetségeseknek legalábbis egy részéről feltételezem, hogy magasan képzett fiatalok, nem tudom ez igaz-e, a érintettnek nevezett csoportról, meg hát hogy teljesen eltérő életúttal rendelkező különböző tanulmányi előzményekkel, vagy eltérő korábbi élettel rendelkező személyekről van szó. És ahogy látszik a csoport kívülről, ez egy olyan ütőképes társaság, aki egy nyelvet beszél, tudják, mit akarnak, közösen határozzák meg a céljaikat. Na és hogy lehet ezt a dolgot elérni ebből a különböző hátterű embereknek a találkozásából? Hát nyilván mondod, hogy már az első, amint te nem voltál, ott egy képzés volt, és hallottam arról, hogy legkülönfélébb ilyen dolgokat szervezitek, elvonulás évente, belső képzések. Hogyan épül ez föl, és mitől jön létre ez az összhang és egyetértés és közös nyelv az eltérő hátterű emberek között? Én azt hiszem, hogy szerintem nálunk tökéletesen működik a demokrácia, ami nagyon sok helyen nem, ahol kellene működjön.
Mert igen, nálunk megtalálható a 8 általánostól kezdve külföldi híres egyetemen végzettek is, társadalomkutatók, mint például Tessa is. És, de próbálunk úgy működni, hogy mikor leülünk egy adott dolgot megbeszélni, vagy arra egy döntést hozni, akinek kevesebb az iskolája, annak is ugyanannyi értéke van a szavának. Annak is ugyanúgy meghallgassuk a véleményét, ha annak ellenvéleménye van, akkor ugyanúgy átbeszéljük mindent. Tehát nem teszünk különbséget. Sokan azt hiszik, hogy, és sokszor azt mondják, hogy mert neveket szabnak ki, hogy ez vezeti. Minket nem vezet senki, nálunk nincsen vezető. Mint teljesen, ez teljesen demokratikus. Kérdezzük magunkat, hát igen. A szövetséges tagjaink folyamatosan képeznek bennünket. Persze, hogy többet is tanultak, okosabbak is nálunk, ezt nem tagadjuk el. Ugyanúgy van nálunk olyan, aki igényel alapfokú számítógép képzést, azt is megtartsák, nyelvképzést, azt is megoldottuk most már. Ugyanúgy, mint pedig csak a tapasztalatainkat tudjuk átadni nekiek, ők ezt szépen bele tudják helyezni az ő tudásukba, és szerintem ez egy erős ütőbástyának. Illetőleg rengeteg fórumot szervezünk, aminek a tapasztalatait után ki tudjuk elemezni, és azokból saját magunkat is tudjuk képezni, illetőleg azokat az embereket, akiknek segítünk, hogy azok utána tovább tudjanak segíteni mást. Ez hogy néz ki a gyakorlatban? Mondtad, hogy te is így kerültél a csoporthoz, hogy, mert ezt említetted már korábban, tehát mit tudom én, mondjuk az utcajogász, vagy mondtad még három dolgot, nem tudom, ami ahol kapcsolatba kerültök úgymond külső emberrel, aki nem tagja a csoportnak, de hajléktalanságban élő személy, akkor az hogy néz ki, hogy úgy nyújtok segítséget, hogy mindjárt ő is, hogy néz ez ki? Hát igen, azt azért tudni kell, hogy mi nem vagyunk egy szolgáltató Kft. Erre nincs is kapacitásunk nekünk. Itt nálunk a segítségnyújtás úgy működik, akinek valamilyen problémája van, megkeres bennünket vele, eljön hozzánk, elmondja ott az adott csoport, munkacsoportnak, aki azzal a problémával foglalkozik, mi a problémája, ezt közösen megbeszéljük, elmondjuk neki, hogy mit lehet tenni. Adott esetben tudunk is neki segíteni, tehát ilyen jogi ügyekben, vagy egy pályázat, egy lakáspályázatnak a megírásában, ami a hirtelen így eszembe jut, tudunk is neki segíteni, de viszont ezt nem mi szeretnénk megoldani helyette. Igazán inkább képezzük őt arra, hogy ő saját maga tudja megoldani. Mert ha most nem tudja megoldani, a későbbiekben lehet, hogy vagy ő, vagy az, aki a közvetlen közelében van, ugyanezzel a problémával szembesül, és akkor megint ott vagyunk, hogy megint menni kell szolgáltatni, amit még nem szeretnénk. Sok embernek hallgassít, hogy munkacsoportokról beszélünk. Igen, mert nálunk a nagy csoportunkat felosztottuk több kisebb csoportra. Nálunk van egy lakhatási munkacsoport. Ez a lakhatási ügyekkel foglalkozik konkrétan, ugye amiben többé-kevésbé most már inkább mondom, hogy többé, vagyis bízom benne, sikereket érünk el. Van a köztérmunkacsoport, ebben vannak olyan kunyhós ügyek, ami mindenkinek a szívügyarra megmozdul, mindenki egyöntetően, illetőleg azok a dolgok, amik az utcán zajlanak, folynak. Van egy utcajogász csoportunk, akik konkrétan hát ők inkább jogászokból állnak, képzett jogászokból állnak, akik rendes jogi, tehát normális jogi tanácsot tudnak adni, nem csak olyat, hogy jó, hát ide menjél, itt biztos megoldódik a gondod, nem. Aki oda hozzá egy fordul, az egy konkrét jogi tanácsot kap. Aztán van egy rádiónk, rádióval csoportunk, aki ugye ezeket az egész dolgokat ugye közzéteszi, illetőleg onnan is szedi a kérdéseket. Aztán ugye van egy női csoportunk, aki kimondottan a női dolgokkal, hajléktalan nőkkel foglalkozik, de hát ezt ő tudná elmondani jobban, mert igazán baba férfiak nem vesznek részt. Ők nem mondják pár szót. Hát én mindjárt azért is kezdeném, hogy ellen mondjak a Lacinak azzal kapcsolatban, hogy a szövetségesek az okosok, és a többiek meg nem, tehát hogy ez nyilván egyáltalán nincs így. Iszonyú sokat tanulunk egymástól, oda-vissza, ez egy teljesen kölcsönhatásban működő dolog. Én rengeteget tanultam az elmúlt 4 évben a Város Mindenki hajléktalan tagjairól. Rengeteg nagyon szörnyű dolgot tanultam, arról, hogy milyen élethelyzetekben vannak, hogy milyen egy anya otthon, hogy milyen gyereket nevelni egy családok átmeneti otthonában például, de szerencsére ennél szebb dolgokat is. Azzal kapcsolatban, hogy hogyan támogatják egymást, akár egy hajléktalan szállón, hogyan élnek havi 22.800 forintból, adott esetben 0 forintból, hogy hogyan
hogyan őrzik meg az emberi méltóságokat akkor, hogyha kukázásból élnek. Szóval ezek a dolgok olyanok, hogy azt hiszem, hogy így nagyon-nagyon-nagyon sokat gazdagítottak rajtam, és hogyha nem lenne a város mindenki, akkor én nagyon-nagyon sokkal szegényebb lennék. És ami még nagyon fontos azzal kapcsolatban, amit a Laci mondott, és annak nem mondok ellent, az a demokratikusság. Tehát, hogy szerintem nagyon kevés olyan valóban demokratikus működésű közösség, vagy csoport, vagy szervezet van Magyarországon, mint a város mindenki. És hogy mi nagyon hamar felismertük szerencsére, hogy iszonyú sok meló a demokrácia. Nagyon-nagyon sok. Tehát azt csinálni kell, tehát az nincs magától. Hogyha csak így gyűléseket tartanánk, akkor valószínűleg az lenne, hogy igen, mi vagyunk az okosok, mert mi a City University of New York-ra járunk meg Oxfordba, és hangosak vagyunk, és erős önérdek érvényesítő képességeink vannak, és határozottak vagyunk, és akkor így mindig megmondanánk a tutit. Ehelyett az van, hogy kialakítottunk szabályokat, amivel ezeknek a mechanizmusoknak igyekszünk ellenébe menni. Nagyon odafigyelünk arra, hogy például a nemi egyenlőtlenségek ellen hasson a csoportnak a működése, például nyilvánosan, hogyha több tagunk mehet, akkor mindig egy nő és egy férfi megy, mondjuk egy sajtó szereplése, vagy egy interjú helyzetben mindig nők és férfiak is egyszerre föllépnek. A nyilvánosság előtt nem képviseli a csoportot szövetséges tag, csak érintett. A beszélgetéseink mindig moderált beszélgetések, tehát jelentkezünk, nem az van, hogy a leghangosabb férfi az, aki mindig elsőnek hozzászól, és aztán esetenként, vagy többnyire utoljára is. A tisztségeink vannak, amikre adott esetben jelölünk, választunk, tehát nem az van, hogy megint az erősebb hatalmi pozícióban lévő emberek jelölgetik saját magukat, és akkor azt meglepő módon elfogadják a többiek, és akkor kialakulnak ezek a domináns pozíciók, vagy domináló helyzetek, emberek. Tehát ezekre nagyon odafigyelünk, és hogy szerintem emiatt van az, hogy ennyire jól működik a nagyon-nagyon-nagyon különböző társadalmi háttérben lévő, és nagyon különböző képességekkel és erősségekkel és tudásokkal rendelkező tagjaink. És említettétek a képzéseinket, igen, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, és ez is abszolút kétirányú, tehát hogy most lesz például, ez az első ilyen, ezt nem akarok úgy csinálni, mint hogyha ezt mindig is csináltuk volna, de hogy most lesz majd egy olyan eseményünk, egy olyan kétnapos hétvégi képzési programunk augusztus végén, amikor mindenki arról taníthatja a többieket, amit ő szeret csinálni, és amihez ért. Úgyhogy például az egyik tagunk az űrkutatásról fog mesélni, mert őt gyerekkora óta azt foglalkoztatja, és iszonyú sokat olvasott róla. A másik tagunk majd meditációt fog vezetni a többieknek. Én ugye a saját kutatásomról fogok beszélni. Nem is tudom, hogy milyen témák lesznek még, de hogy mindenki így arról fog a többieknek mesélni, amiben ő jó, amit ő szeret csinálni, amit ő élvez. És hogy ezek a dolgok azok, amik szerintem nagyon-nagyon megerősítik egyrészt a tagokat így egyéni szinten, meg nyilván az a tudás, amit így megszerzünk, az így megerősít bennünket, és hatalmat ad a kezünkbe, de hogy a kohézióját a csoportnak is nagyon-nagyon erősítik ezek a dolgok. Még lenne ebben az irányban pár kérdésem, de inkább váltok, hogy a céljaitokat hogyan határozzátok meg? Mert ugye vannak ebben, mit tudom én, alkotmányos jogok, ami nem feltétlenül jelent közvetlen napi segítséget a jelen pillanatban hiányt szenvedőknek, vagy a szükségleteiteket nem elégíti ki, vagy hogy mondjam. Tehát az nem jelent közvetlen segítséget. Hogy alakulnak ki az, hogy mi az, ami ilyen közvetlen, kisebb cél, vagy olyan távlati dolog, ami vagy egyáltalán miért érdekli ezt a csoportot adott esetben egy ilyen dolog, hogy alkotmánymódosítás. Nyilván, hogy azért, mert bele van írva a pont ezt érintő szakasz. Vagy mondjuk, na, inkább úgy mondom, hogy általános cél a lakhatáshoz való jog, ami most konkrétan nem jelent segítséget senkinek ebben a pillanatban, hogy ezért küzdötök. Tehát, hogy ezeket hogy találjátok ki, hogy mi legyen a zászlótokra tűzve
Mert hogy itt azért gondolom különböző szempontok jelennek meg, nem csak a szövetségesek és az érintettek körében, hanem egyáltalán a csoporton belül, hogy, hogy mi legyen az, amit zászlóra tűztök és küzdötök érte. Hát azért a lakhatáshoz való jog, az egy elég fontos dolog a mi meglátásom szerint, és ez egy nagy, egy hosszú távú cél, de hogy ezt elérjük, de ezt jó lenne már holnap elérni. Viszont ezen belül rengeteg kis apró feladat van, ami utána, mint egy lavinaszerűen bonyolítsa időnk az újabb-újabb megoldandó feladatokat, és ezeket úgy, ugye amikor összeülünk, behatároljuk egy kis rövidebb távú célra, egy középtávú célra, és sok kis apró dolog nagyon elfoglal bennünket ezzel kapcsolatban, de én, mit is akartam? Ja igen, az alkotmány módosítással kapcsolatban az is egy probléma volt, mert persze igen, belekerültünk abba a hajléktalanság, belekerült ebbe a törvényi csomagba, amit ugye beletettek az alkotmányba, de ebbe belekerült sok, tehát sok minden más dolog is mi rajtunk kívül, tehát ezen azért sok ember küzd. Ebben viszont elsők lettünk a világon, hogy az alkotmány, vagy hát az alaptörvény büntet, erre büszkék lehetünk, mint Magyarország, de gyakorlatilag mink azt lássuk külföldi példákból, vagyis én személy szerint, hogy mindig van valami, amiben az emberek tudnak kapaszkodni, hogy a jogaik le vannak írva. Nálunk nincs ilyen. Nincs ilyen. Nekünk nincsenek jogaink. Ezért küzdeni kell, hogy ezt tehát visszakapjuk, az emberi jogainkat visszakapjuk, azért, hogy létezhessünk. Én talán ezt így látom. Lehet, hogy más-más szemszögből nézi ezt, én ezt így látom. Hogy most nekünk jogunk nincsen, ahhoz nincsen jogunk, hogy egy padra leüljünk, mert jön a rendőr és megbüntet. Csak azért, mert van egy táska nálam. Ugye ezt már valamelyik már beszélgettem itt egy hölgye, hogy csináltunk olyat, hogy ugye beöltöztek, ugye nem is volt hajléktalan, de beöltözött olyan hajléktalan ruhába, hát lerohanták a rendőrök. Másnap öltönybe odaült, még csak meg sem közelítették, és ő ment be megkérdezni, miért most miért nem igazoltatok le? Tehát itt gyakorlatilag ennek a társadalmi rétegnek, ennek nincsenek jogai, semmihez nincs joga. Például most nemrég, mert számunkra kiderült, hogy az egészségügyben, mikor egy mentő bevisz, vagy orvossal szembe kerül valaki, és megtudják, hogy hajléktalan, külön kódszámmal kezelik. Tehát ez egy nagyon nagy megkülönböztetés már onnan. Erre tudnék nagyon durva példákat is mondani, de ezt inkább ezt nem. Aztán, amit mi itt elmondanák, ugye a lakhatásról, főképpen azért, mert rengeteg üres lakás van, amik elherdálódnak, eladásra kerülnek, eltűnnek ugye a köztudatból, és ezek mind ilyen szociális bérlakások voltak, ami bár minden rászorulónak nem oldaná meg a gondját, mert ugye most már nem csak hajléktalanokról kell beszélni, aki lakás után küzdik, hanem azokról is, akik most fognak ebbe a világba belecsöppenni. De azért azt a nagyon sok lakást, hogyha az önkormányzatok arra célra fordítanák, aminek a rendeltetése, akkor én úgy látom, hogy azért sok embernek megoldódna a gondja. Ez ebben is nagy lépéseket tettünk, ebben vannak sikeres lépéseink is már. Aztán ezt hogyan tudjuk folytatni, nem tudom. De a fő cél ez, a lakhatáshoz való jogot elérni, és hogy egy emberi jogot kiharcoljunk magunknak. És ezt tehát az alaptörvénybe írják le. Legyen benne megint. Én is csatlakoznék a Lacihoz annyiban, hogy azt mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szegénységben élő, illetve jelen esetben a hajléktalan emberek ne csak a munkát, kenyeret ilyen szövegkörnyezetben jelenhessenek meg a saját érdekképviseletükkel, hanem igenis számukra is jelentőséggel bírhassanak olyan kategóriák, mint a demokrácia vagy a jogállamiság, az emberi jogok, az állampolgárság, az állampolgári jogok, hogy ez nekik is jelenthessen végre valamit, mert hogy az elmúlt 20 évben ezek a dolgok nem annyira jelentettek sokat a szegénységben élő embereknek, és hogy pontosan ezért mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy nem csak az ilyen nagyon, nagyon közvetlen, az emberek hétköznapjait érintő ügyeket képviseljük, hanem van egy ilyen nagyon, nagyon távlati, ilyen elég absztrakt szinten mozgó stratégiánk is, vagy a stratégiánknak vannak ilyen elemei is. Kérdezted azt is, hogy hogyan alakulnak ezek a célok. Ezek is nagyon demokratikusan alakulnak. Nyilván, amikor létrejött a csoport, akkor így az első hónapokban nem csak a szervezetet kellett kialakítani, hanem a célkitűzéseinket is, és ezek is a munkacsoportokban születtek meg.
nagyon sok vita, beszélgetés során, illetve nyilván ehhez is, ezekhez is kellettek a képzések, amiket egymásnak már akkor is tartottunk. Tehát minden több képzésünk volt már például a lakhatáshoz való jogról, hogy az mit jelent, mik az alkotmányos jogok, mik az állampolgári jogok, hogyan fejlődtek ezek ki a nemzetközi emberi jogi keretben, Magyarországnak milyen kötelmei vannak ezzel kapcsolatban, és akkor ezek alapján szépen kialakítottuk a célkitűzéseinket, amit azóta fél évente az elvonulásunkon, ami egy ilyen néhány napos vidéki értékelés, illetve stratégia alkotás, akkor ezeket mindig frissítjük. És ugye ez különböző szint, ennek a célrendszernek különböző szintjei vannak. Az egyik legfontosabb irány az mindig az, hogy a tömegbázisunkat építsünk, tehát hogy minél több hajléktalan embert, vagy lakhatási szegénységben élő embert bevonjunk a csoportba, vagy legalábbis az érdekképviseleti munkába valamilyen szinten. És akkor egy következő szint az, ami így a mindennapi, az emberek bőrét érintő problémákra reagál, de hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a célkitűzéseinknek az egyik szintje az igenis mindig ilyen emberi jogi, állampolgári, jogállami, demokrácia keretekre fókuszál és azt célozza. És hogy érdekes módon, vagy ez alapján nem annyira érdekes módon, már még mielőtt ez az alaptörvény módosítás hatályba lépett, vagy egyáltalán megjelent, mint ötlet, mi már az előtt, a kezdetektől fogva nagyon sokat beszéltünk a lakhatáshoz való jogról, ami ugye soha nem volt benne a magyar alkotmányban, de már voltak rá kísérletek más csoportoktól, hogy ez kerüljön bele. Ezt korábban egyébként az Alkotmánybíróság is azt mondta, hogy ez nem kerülhet bele, úgyhogy ezért még így bőven lehet küzdeni, vagy lehetett már korábban is. Szóval, hogy ez már nekünk célkitűzésként sokkal hamarabb megjelent, és hát, hogy nagyon szomorú, hogy most vissza kellett lépni, és most nem azt kell követelni így elsőre, vagy nem lehet azt követelni, hogy legyen a lakhatás alkotmányos jog, hanem most először azt kell követelni, hogy egyáltalán az alaptörvényből kerüljön ki a hajléktalan létnek a kriminalizációja. Mivel rövid az időnk, és tényleg ígértem, hogy be fogunk fejezni, ezért most tiétek a pálya, lehet hozzászólni, kérdezni. Igen? Inkább ez egy kételj, ami bennem van, hogy nagyon sok embernek ugye most bizonytalan a lakhatása eleve. Tehát ez egy nagyon nagy társadalmi feszültség, és erről nem a hajléktalanok tehetnek, hanem maga ez a környezet, ami most ugye fennáll. Tehát, hogy például lakhatási jog, ezt hogy próbálnátok elérni? Mert aki például ugye teljesen mindegy milyen okból, de most úgy néz ki, hogy elveszíti a lakását, annak hogy lesz joga a lakhatáshoz? Vagy nagyon sokan ugye elveszítik a munkájukat, és ezért válnak hajléktalanokká. Tehát, hogy ez, hogy a munka és lakhatás, én úgy érzem, hogy ez nagyon összefüggne. És nem azért, hogy a hajléktalan, aki már hajléktalanná vált, nem érdemli meg a lakhatást, hanem azért, mert most nagyon, tényleg nagyon sokan szegény, tehát nagyon sok szegény ember lett. Volt is, de most még több lett. És ugye, tehát, hogy erre nem tudom, hogy... Hogy milyen megoldás van, vagy hogy tényleg, hogy ez, hogy lakhatási jog, ez mit akar pontosan? És a többi embernél is akkor ez... Karajné. Egy olyan mondatot, ez a lakhatás és ez a munka, ez nagyon összefüggő dolog, ez így igaz. Sajnos ez úgy működik, hogy az ilyen társadalmi rétegeknek külön munkaügyi központot is hoztak létre, ahol gyakorlatilag munkát nem kapnak, csak közmunkásokat termelnek. Na most mindenki tudja, aki egy közmunkás bérből él, vagy tudja azt, hogy ez mennyi, abban nem lehet semmit csinálni. És ezért voltak is, meg vannak is olyan törekvések, hogy ez szűnjön ez meg, és el tudjon menni egy olyan ember is, egy hajléktalan, és egy normális munkahelyre dolgozni, ahol kap egy normális munkabért, abból ki tudja fizetni, adott esetben egy albérletet is ki tud fizetni. Illetőleg ugye, hogy sok ember kerül ebbe a szegénységbe. Igen, de viszont nagyon sok lakás is áll üresen, és nagyon sok lakást is eladtak, ami most magánkézben van, és ha ezeket mindet be tudnák vonni valamilyen módon, azért nagyon sok ember megnyugodhatna. Ez nekem ez a véleményem. Rendben van, hogy mondjuk szekedni egy lakást, és utána
Hát ezért kell ezt a közmunkás dolgokat ezeket ráállítani, mert ebből a pénzből nem lehet megélni. Én látom Pesten, aki eljár ilyen közmunkára, kapnak olyan 2400 forintot egy napra, ha jól tudom, a KT-ban. Ezek takarítsák a parkokat, ilyeneket. Abból mit lehet csinálni? Semmit. Semmit. Viszont ahova ezek az emberek járhatnak, olyan hivatalokba, ott más nincsen. Nincs lehetőségük másra. Ezért kell először is a jogaikat érvényesíteni, hogy igenis van nekik lehetőségük másra, csak a hivatalrendszert át kell hozzá alakítani azért, hogy tudjanak más helyen is lenni. Ugyanis egy hajléktalan elmegy egy munkahelyre, eljut odáig, én többet ismerek olyat, sőt én is megtapasztaltam, én pont a hajózási cégnél, eljutottam odáig, hogy már munkaszerződést írták ki fel, és az, mikor oda került, hogy hol lakom, megmondtam a címet, azt mondták, majd jöjjek vissza, lesz egy olyan címem, ami nem hajléktalan szálló. Tehát addig, míg egy normális lakhatás nincs, nincs egy normális munka. Míg nincs egy normális munka, nincs lakhatás. Tehát ezt valamilyen egy szinten kell emelni felfelé az egészet. Persze ehhez kell az önkormányzatoknak is a pozitív hozzáállása, mert ez máshogy nem működik. Lehet, nem hiszem. Jó, akkor. A Gabi? Farkas Gabriella vagyok. Többet szeretnék kérdezni, de rövideket. Az egyik az, hogy van-e valami megfogalmazásotok arra, hogy mit értetek siker alatt, mert Laci használta ezt a fogalmat. Mit jelent nektek az, hogyha sikerül valami, vagy sikert értek el? A másik, hogy itt azért elsősorban, hogy állampolgára válásról beszélünk, meg képviseletről. Szó volt arról, hogy nyilvánosság előtt kijelenik meg, hogy jelentek meg. Az lenne a kérdésem, hogy ugye mivel, ha jól értem, ebben a történetben nincs képviselet. Tehát ez nem az a fajta demokrácia, amiről ti beszéltek, mint amit mi ismerünk. Nem a képviseleti demokráciáról van szó. Tehát aki megjelenik a nyilvánosság előtt, tehát lehetőséget kap arra, hogy képviselje a hajléktalanokat, vagy a város mindenkiét csoportot, nem tudom, ő hogyan választódik ki? Tehát honnan van az ő legitimitása, és hogy fölkészítitek-e őket valahogyan. Igen, azt hiszem, hogy ennyi. Hát a siker, az tök jó, hogy mondod, erről beszéltünk is ott az előbb egy kicsit, még a beszélgetés előtt, hogy nagyon-nagyon sokféle siker van a város mindenkiében, vagy mi nagyon sok dolgot tekintünk sikernek. Én abszolút sikernek értékelem azt, hogyha az egyik tagunk megtanul nagyon jól gyűléseket, vagy ilyen találkozókat moderálni, vezetni, hogyha azt érzem rajta, hogy erősödött az önbizalma, hogy erősödött az önbecsülése, hogyha munkát kapott, adott esetben lett egy tartós párkapcsolata, aminek így pszichésen nyilván nagyon jó lesz. De nyilván az is siker, hogyha az Alkotmánybíróság kimondja a beadványunk kapcsán, hogy nem lehet kriminalizálni a szegénységet, vagy a hajléktalanságot. Tehát, hogy nagyon sokféle siker lehet a város mindenkében, és hogy mi igyekszünk figyelemmel is lenni arra, hogy nem csak az a siker, hogyha eljönnek 500-an egy demonstrációnkra. Az is óriási siker, hogyha sokan eljönnek egy demonstrációnkra, de hogy így a nagyon egyéni szinten, illetve szervezeti szinten is beszélünk sikerekről. És akkor a másik kérdésed mi is volt? Az a nyilvánosság. Ja, igen. Hát igen, tehát hogy mi, amikor arról beszélünk, hogy mi demokratikusan működünk, akkor alapvetően az alatt azt értjük, hogy mindenkinek egyenlő joga és valódi lehetősége van a részvételre a csoport munkájában. És ezt támogatják azok a mechanizmusok, amikről az elején egy picit beszéltem. És például, hogyha van egy nyilvános megjelenésünk, akkor azokra mindig jelölünk. Tehát ez úgy működik, hogyha mondjuk elhívnak minket az ATV-be, akkor mi azt csak úgy tudjuk elfogadni, hogyha még a meghívás és az ATV-s fellépés között van egy hétfői találkozó, az ami ilyen nagy gyűlésünk, amikor mindenki ott van, tehát ami nem ilyen munkacsoport szintű, és akkor ott tudunk teljesen demokratikus döntést hozni azzal kapcsolatban, hogy kimenjen. És akkor ott minden jelenlévő jelölhet, tehát hogy soha nem az van, hogy én szeretnék menni, mert ugye akkor annak általában az a vége, hogy így az erősebb, ambiciózusabb, tipikusan férfiak fognak jelentkezni, és akkor a többiek már nem, és hogy mi pont azért, hogy ne ez legyen, olyankor mindig jelölünk.
És akkor mindig indokolni kell, hogy miért jelölünk. Megvannak ezzel kapcsolatban is az ilyen elveink, hogy milyen indokok számítanak, hogy valaki épp már régen volt, vagy épp az adott ügyben neki vannak tapasztalatai, vagy éppen nagyon, nagyon aktív, nagyon sokat beletesz a csoportba, és akkor ezt elismerendő, menjen ő, és akkor jelölünk, és akkor aki sok jelölést kapott, és el tudja vállalni, és ráér, és szívesen menne, akkor az fog menni, és minden ilyen előtt felkészülünk közösen. Tehát ez a dolog is úgy nézett ki, vagy tehát hogyha igyekszünk közösen felkészülni, tehát hogyha szövetséges is megy, és érintett is megy egy nyilvános fellépés alkalmával, mint például most, akkor közösen készülünk fel az esetek jelentős részében, vagy nagy részében. Illetve én még a sikernél megemlíteném a kőbányai lakásokat is, amit ugye kihirdetett egy gyakorlatilag, ugye hát először egy kicsit háborús módszerre, de ugye abban itt még nem voltam benne, de utána már tárgyalásokkal eljutottunk odáig, hogy a Kunyhót nem csak, hogy oda mentek és lerombolták, hanem először az ott lakóknak lakást adott az önkormányzat. Bár olyan lakást, ugye, amiről beszélünk, hogy rengeteg van az országban, amik be vannak falazva és fel kell újítani. És ugye ez a két család megkapta a lakást, tehát különböző szervezeteket megkerestünk, be lettek vonva, felújítódott a lakás, beköltöztek, és ez valamilyen olyan hatást tett ugye az alpolgármesterre, hogy ő önként felajánlott évente még két lakást, illetőleg ha ezt a programot kidolgozzuk, akkor ezt ő testületébe viszi, hogy ez meg se tudjon állni, mert ugye választások után nem lehet ezt tudni, az, hogy ki fog ülni az ő székében. Tehát ez is egy siker, hogy már ilyen szinten szóba álltak velünk, ennyit már elértünk, és ez már kézenfogható dolog, mikor be lehetett költözni az erdőbe egy lakásba. És persze természetes, hogy ugye ugyanúgy megvizsgálták azt, hogy ő fogja tudni fizetni azt a bérlakásnak ugye a költségeit, mindent, ezt ugyanúgy megvizsgálja az önkormányzat. Illetőleg most több lakáspályázatot benyújtottunk, és azt mondták, ha elutasítják, 30 napon belül választ kapunk, hát kopogjam le, eddig egy még nincs a 30 nap, a többi már mindent tehet, már közel két hónapnál van, és még egyről sem kaptunk elutasító választ. Lehet, hogy ott is egy kicsit majd hajlanak el a dologra, mert azért a tévét nézi minden polgármester, nem csak az, amikkel mint tárgyalom. Tehát itt nálunk vannak kézenfogható dolgok is, amit már ugye elértünk. Persze nem csak ezt kellett sok embernek a pozitív hozzáállás, illetve több szervezetnek a pozitív hozzáállása, hogy ez sikeres legyen, de megpróbáltuk és bejött. Még egy nagyon rövidet kérdeztetek, hogy utolsó. Hány emberről beszélünk? Tagok és szövetségesek? Hát körülbelül a kontaktlistát belegondolva nekünk körülbelül a mi listán vagyunk a 40-50 fő durván. Ebből, ami gyakorlatilag itt így most hirtelen aktív, ez körülbelül a fele, mert ugye a másik fele az valamilyen módon tanulmányait végzi, külföldön van, illetőleg most valamilyen más családi ügye van, és most ő szólt, mit tudom, hogy egy-két hónapig nem tud jönni. Ezek is megvannak ők, de ők is elvállalnak olyan feladatokat, például aki külföldön van, elvállal olyan feladatot, amit otthon is tud, tehát ott is meg tudja csinálni. Tehát ez nem független attól. Tehát nekünk végül azokra a feladatokra nincsen problémánk. Nem kell rá erőt, tehát energiát meg időt fordítani, mert azt meg tudja csinálni, mint öt országgal odébb is. És még én erre reagálhatok, hogy ez föl szokott merülni a munkánkkal kapcsolatban, és nem tudom, hogy neked is ez szándékolt volt-e, hogy kérdezted, hogy mennyire képviselünk egy csoportot, vagy valakiket tudunk-e képviselni, és hogy hányan vagyunk, és hogy így nyilván 40 ember nem fog tudni egy 30 ezer fős hajléktalan réteget képviselni, és hogy nekünk ez nem is célunk, de hogy mi alapvetően rendszer szintű problémákra mutatunk rá, és hogy éppen ezért, tehát hogy mi nem szeretnénk azt gondolni magunkról, meg azt mutatni magunkról, hogy mi most ellátjuk a képviseletét a hajléktalan embereknek. Viszont az nagyon fontos, hogy olyan problémákat hozunk be a köztudatba, és olyan problémákon dolgozunk, olyan érdekeket képviselünk, amik rendszer szintű kérdésekre mutatnak rá. Jó, figyeljetek, sajnos le kell zárnunk, tényleg elnézést, én csinálom a legjobban, de vonathoz mennek, hát... Nem annyira kérdezik, hogy igen. Azt megvárja a
az összes az nem vonat késik, de nem akar. Szóval, hogy azt szeretném hozzátenni, hogy azért nagyon sok olyan szimpatizáns is van a csoport körül, akik mozgósíthatók, akik nem vonódnak be így, hogy a szervezeti rendszerben benne lennének, de hogy először is nem hangzott el, hogy van egy honlapja is, egy hírlevél listája is a csoportnak, a rendezvényeikre a szimpatizánsaikat is hívják, és nem csak a rendezvényeikre, hanem amikor egy-egy akció van. Például a Csepelen, mikor tárgyalásban voltak az önkormányzattal, és arról volt szó, hogyha ki tudják takarítani a környezetét a hajléktalan kunyhóknak, akkor nem rombolják le azokat, és az is egy siker volt, hogy azt először is meg tudták szervezni, hogy oda menjenek emberek és segítsenek a takarításba, és hogy tárgyalásképesek lettek ettől az önkormányzatnál. És ez egy fontos dolog, és ez azt hiszem, hogy ez egy lehetőség is, hogy minél több ember bekapcsolódjon, a Facebookon keresztül is elérhetők, tehát ott is lehet követni, hogy mit csinálnak, és hát megmozdulásokra is, tehát amikor tüntetéseket szerveznek, azokra is lehet menni. Egyébként azt szeretem volna még gyorsan hozzátenni, hogy akit Laci említett, hogy kipróbálta ezt a bizonyos hajléktalan vagyok, nem hajléktalan vagyok, az pont a Steve volt, aki itt nálunk az első napon az aktivizusról igen, igen, ő volt. Beszélni. Ő volt. És nem akartam nevén nevezni. Hát csak azért érdemes, mert hogy itt volt, és megismerhette a csapat. És hogy utána azt, amikor pont a kriminalizálás már terve volt véve, amikor a benyújtás előtt volt a törvény, akkor a hajléktalan, a szolidaritás éjszakáját a hajléktalanokkal szintén a börtönhelyett lakhatás csoport szervezte meg, és abban is része volt sok más civil csoportnak is. Köszönjük szépen. Menni kell, vonat van, nincs. Nem, nekik kell. Szerintem elég rövid volt, hogy ne kelljen külön összefoglalni. Én szívesen tettem volna.